Üdvözlöm a Tumenca nézőit, Balogh Lajos vagyok. Mai vendégem Kálai József, a Csepeli Roma Nemzetiség Önkormányzat elnöke. Üdvözlöm József bácsit. Üdvözöllek én is, és üdvözlöm a Dik TV nézőit is. József bácsi, mióta töltött be ezt a posztot? Mióta vagy a Csepeli cigányság vezetője? Hát én a mostani ciklusban, a 2014-es ciklusban indultam el, többek kérésére. Ugyan dolgozom a cigányság érdekében, közel 20 éve, de még nem jutottam el odáig, hogy nekem egyenesbe kimondottan a cigány kisebbségi önkormányzat munkájában is részt vegyek, de most elvállaltam, és elindultunk, és nyertünk a Nemzeti Roma Összefogás színeibe indultunk, és hála Istennek megnyertük ezt a választást, és 2014 óta mi irányítsuk úgy, ahogy a cigány kisebbséget Csepelen. Hát a munka az van. Munka az van. De sajnos nem tudjuk a mi akaratunk, meg elképzeléseink szerint működtetni ezt a kisebbségi munkálkodást, mert különböző határok, meg akadályok mindig felmerülnek. Igen. Említette József bácsi, hogy nem úgy tudják most működtetni a nemzetiség önkormányzatot, ahogy szeretnék. Ugye tudják a nézők is, hogy egy cigány önkormányzatnak nem éppen a szociális segítségnyújtás a feladata hivatalosan, hanem inkább a kultúra és hagyományok őrzése, identitás őrzés feladatának ellátása. Gondolom itt, hogy ti is ezekbe a falakba ütköztök, hogy az emberek szó szerint kenyérér. Én támogatom ezt a fajta munkálkodást, hogy a kultúra meg hagyományőrzés, de annak is megvolna a maga ideje. Hát ez nagyon kevés ez a jogosítvány, amivel felruházták a nemzetiségi önkormányzatokat, és éppen azért, hogy nekünk van egy egyesületünk, ami 2009 óta pályázat révén működtetünk tanodát Csepelen. És az látszik, hogy erre nagyobb szükség van, mint a hagyományőrzésre, mert mondom, az is egy életforma, mert azt is meg kell csinálni, megőrizni kell, meg én szégyennek tartom azt, hogy ma a cigányság 80%-a nem beszéli a cigány nyelvet. De ha beszélik is a szülők, akkor nem adják át a gyerekeknek, mert a mai gyerekek ezek szégyellik még a cigány nyelv használatát is. Ráadásul a cigány kultúrát se tudják gyakorolni, mert a cigánytánc is elvész ma Magyarországon. Hála Istennek vannak azért, mint úgy tudom, te is, meg a feleséged is, akik még erre hangsúlyt tesznek. Kell, hogy a hagyományainkat őrizzük, továbbadjuk. A magyarországi cigányság összetétele is ugye leginkább romogló zenész cigányok nagy százalékban. A beások is, akik itt élnek Magyarországon, ők ilyen 5-7%-ot tesznek ki, és ilyen 30 és 35% az olá cigányok, akik beszélik a lovári nyelvet. De én a köreimben azt látom, hogy sokan szégyellik. Pedig ez kormányzati program is, hogy a cigány nyelv átörökítése fontos volna, hogy megőrizzük az identitásunkat. A tanodában ott van erre lehetőség a gyerekeknek, hogy tanuljanak cigányul? Cigány nyelvet is oktattunk, meg leginkább cigány kultúrával, cigány történelemmel foglalkozunk.
és egyik, ez a cigányság neves képviselője, a Farkas Zsolt, aki nálunk a roma kultúrával foglalkozik, most már évek óta. És egy olyan kör alakult ki Csepelen, például, hogy most van 6 olyan tehetséges gyerek, akik magas szinten űzik. Több fellépésük is volt már, és erre is kellene valamilyen lehetőséget szerezni, mert a Csepeli önkormányzat, munkás otthon nyert egy pályázatot, a Városkapu pályázatot, azon belül tehetséges gyerek, cigány tehetséges gyerekeket kellett összeszednünk, és egy olyan képzésbe részesíteni, ami a hagyományainkat, cigány táncot, cigány nyelvet, cigány nyelven való megismertetése ezeknek a fiataloknak. Hát amennyire tudtuk, ezt megcsináltuk, de ezt még tovább kellene folytatni, mert ez kevés ahhoz, hogy ennyi idő kevés ahhoz, hogy tökéletesen átvegyék azokat a hagyományokat, és átörökítsük a fiatalokba. Az, hogy ezt nem tudták folytatni, ezt a programot, ennek anyagi. Persze, 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 ez két évbe szólt ez a program. Mi most pályáztunk egy ugyanilyen programra, mert most van lehetőség, hát várjuk az eredményt. Nem szeretnénk, hogyha ez a 6 gyerek, meg hát a többi gyerek is, akik vannak ott, ilyen tehetséges gyerekek, akik elvesznének. Nem tudom, lehet, hogy egy ilyen kiugrási lehetőség lenne Az ezeknek a biztos. gyerekeknek a számoknak. Hát Csepelen amúgy is tényleg Budapest többi részéhez is kömagaslóan sok Igen. tehetséges cigány gyerek van, ezt én is Igen. állíthatom. Tehát Igen. nem csak a ott élő családoknál, hanem Igen. a gyermek otthonokban is, ugye nagyon sok Igen. gyermek otthon Igen. működik Csepelen, ott is. És ugye említette, hogy ez volt az egyik fontos munkájuk. Tavaly, mióta önök vezetik a CK-t, milyen program volt az, amire azt tudja mondani, hogy igen, erre büszkék vagyunk, ebben segített minket a Csepeli önkormányzat is, mi is, és ennek is jó, jó hozadéka volt a cigányok számára. Hát igen, el kell azért mondani, hogy az előző 20 évben a regnáló kisebbségi önkormányzatok egyszerűen nem is kaptak lehetőséget, csak a hagyomány és a kultúra őrzésére. Nem is volt jogosítvány különösebben semmi másra. De most én úgy gondolom, hogy ilyen megújult gondolkodással elkezdtünk valami mást is. Tehát megszólítottuk a Csepelen élő cigány embereket, és feltártuk a lehetőséget, hogy működik nálunk a Csepeli Munkásotthonban egy esélyegyenlőségi tanácsadói iroda, amit én vezetek most már 6 éve. És ez a 6 év alatt hát nagyon sokan megkerestek, nagyon sok embernek tudtunk segíteni. Leginkább a jelzálog a kapcsolatban, lakás, a kilakoltatással kapcsolatban, a házasságon belüli problémák tanácsadásával, különböző élethelyzetek, amik adódtak, de dokumentálva van, a elmúlt 6 évben, éppen múlt héten nézegettük a megoldott dolgokat, problémákat. A 6 év alatt, tehát ilyen évi átlag, ilyen 80 probléma megoldást tudtunk eszközölni, ilyen 500 problémával kerestek meg bennünket. Tehát ez így visszatekintve is szerintem nagy szám. Meg nagyon sokan vannak olyan cigány családok, akik egyszerűen egy kérelmet nem tudnak megírni. Nem azért, mert nem tudnák megfogalmazni, csak hát lehetőségük nincs arra, hogy milyen irányba, hova adják be a kérelmeket.
és ezen területen is nagyon sok segítséget nyújtottunk az embereknek. Önéletrajz megírásában nagyon sokat segítettünk embereknek. És hát különböző élethelyzeti problémák megoldásában is nagyon sok mindent tudtunk tenni, és erre megmondom őszintén, hogy erre elégedettségemet fejezem ki az iránt, hogy ketten ennyi munkát el tudtunk végezni. És az önkormányzat támogatásával folyik ez a munka, Csepel önkormányzat támogatása, és ingyenes. Még az a tapasztalatom, hogy az emberek belefásultak a politikába. És a politikába csalódtak, nem nyújtják, nem tudják azt nyújtani, amit vártak a politikától, ezért most az emberiség 60-70%-a Isten fele fordult. És Istenbe keresik azt, amit a politikától nem kapnak meg most. És én ezt nagyon jó dolognak tartom. Egyrészt, hát Erzsébeten van egy csoport, amit én is vezetek, gyülekezet, ahova hát 60-40%-ba járnak az emberek, 60% roma, 40% magyar. De mi jó közösségi szellem működik ott, egymás elfogadása nagyszerű. Tehát én azon munkálkodom, hogy ez országosan is ki tudjon terjeszkedni. Ez a fajta elfogadás. És én hiszem, hogy az Isten fele fordulás az embereknek ez nem véletlen. Olyan időket élünk, amikor Magyarországon is körülbelül 4 millió szegény ember, több százezer éhezőt regisztrálnak. Akkor nem tudom, hogy lehetne erre gyógyírt találni. Én nem tudom. Biztos vannak emberek, akik ezen munkálkodnak, hogy erre megoldást találjunk. De én leginkább azt mondom, hogy az Istenfele fordulás az embereknek, ez egy menekülési lehetőség. Akár a szegénységből, akár az elvetettségből, a kirekesztettségből, mert nagyon sok ember megtalálja az életének a célját ezen a területen. És ezen is szeretnénk munkálkodni, hogy ez minél jobban kiterjedjen, és még több roma embert elérjen ez a megtérési hullám, ez az Isten fele fordulás. Ma Magyarországon körülbelül ilyen 250 ezer cigány ember Istenhívő. Igen, és hát az látszik most ezekben az időkben, hát különböző egyházaknál, pünkösdieknél, baptistáknál, Sok helyen. több helyen, és történelmi egyházaknál is elindult egy ilyen megtérési hullám, vagy mondanám úgy, hogy Isten fele fordulás a cigány emberek részéről. És én ezt jónak tartom. Habár ezt a helyzet alakította így, a nálunk kialakult helyzet, de én azt mondom, hogy nem baj, mert ez csak jobb lehet, hogyha ezen munkálkodunk. Hogyha ebbe találják meg az emberek az örömüket, a megelégedettségüket, akkor legyen így. Hát adjon nektek ez a jó Isten sok erőt és egészséget, hogy Köszönöm. tudjátok továbbvinni ezt a munkát. Sok szerencsét a munkátokhoz. Köszönöm szépen, hogy Józsi bácsi elfogadta a meghívásunkat, és még remélem, hogy idén többször is vendégül láthatunk akármilyen program kapcsán itt Hát a szeretnék stúdiónkban. még azért jó hírekről is majd beszámolni. Úgy legyen, Én úgy is legyen. köszönöm a meghívást. Mi köszönjük még egyszer.